Lekapcsolták az utolsó atomreaktort is Japánban, a szigetország áramszükségletének egyharmadát eddig a reaktorok állították elő, de a Fukushima-i reaktorbaleset után beindult tiltakozások miatt a japán kormány mégis a leállás mellett döntött. Az aktivisták üdvözölték a reaktor bezárását, de az energialobbi arra figyelmeztet, hogy az energiahiány megbénítja a japán gazdaságot. Ezek a felvételek, amelyek tavaly bejárták a világot, megpecsételték a japán atomreaktorok sorsát. Szakértők szerint csak perceken múlt, hogy fukushima nem következett be a Csernobilit meghaladó méretű atombaleset. Több ezres tömeg ünnepelte Tokióban, hogy ma lekapcsolták az ország utolsó áramtermelő atomreaktorát is. Japánban a tavalyi földrengés, cunami és atombaleset után összesen 50 nukleáris erőművet állítottak le ellenőrzés céljából. Ezek egyikét sem indították újra, és most leállt az utolsó áramtermelő egység is. Az atomenergia ellenes aktivisták szerint történelmi fordulat, hogy Japán megszabadult a nukleáris energiától. A környezetünkben sorra halnak meg az emberek. Olyan helyen élünk, ahol magas a radioaktivitás. Nem sugárbetegség, hanem a szennyeződés miatti szívroham végez az emberekkel. Ezért családjuk még kártérítés sem kap, mondja ez a japán kampányaktivista. Négy évtized után most először fordul elő, hogy atomenergiával nem termelnek áramot Japánban. Japán vezetők szerint a szigetországban nehezen megoldható az alternatív energiaforrások használata, az energiaimport költsége viszont olyan magas lenne, hogy az megbéníthatja az ország iparát.